Szép napot, itt az asztrológus Szatmári Nóra vagyok. 2024-et írunk már, és elérkezik a februári időszak, azaz itt az ideje a februári horoszkópnak is. Mi az, ami nagyon fontos a sikerhez, és nagyon fontos ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni és haladni tudjunk, az, hogy ismerjük a vízöntő Plutónak a hatásait, és tudjuk azt, hogy az Uranus már direkt. Ez a kettő alapvetően nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy fejlődjünk, kiteljesedjünk, és örömünket leljük az életben. Ahogy megszokhattátok, most is van tartalomjegyzék, ha valaki nem szeretné az általános tendenciákat végighallgatni, nem érdekli a tranzitoknak a sokassága, és az, hogy ezek a tranzitok hogyan hatnak ránk egy adott időintervallumban, nyugodtan, mondjuk úgy, hogy lapozzon tovább, nyugodtan hallgassa meg a saját jegyére vonatkozó előrejelzést. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy horoszkóp, nem horoszkóp, akkor, ha csak meghallgatom, hogy mi szól a kosoknak, de fogalmam sincs, hogy milyen olyan tranzitok zajlódnak a fejem fölött, amik egyébként alapvetően igen komoly befolyással vannak a mindennapjainkra. De nem véletlenül mondom, használjátok tartalomjegyzéket, és akit nem érdekel a bevezető, nyugodtan lépjen tovább. Nos, nézzük az általános bevezetőt, és utána jöjjenek a tranzitok. Itt az ideje annak, hogy belépjünk egy olyan térbe, ahol rengeteg új ötlettel rukkolhatunk elő, vagy épp mások ötleteiből és javaslataiból kezdhetünk el valamilyen formában építkezni. Jöhetnek a futurisztikus ötletek? Jöhet a jövő belátás? Szerintem most februárban bármi megtörténhet, hiszen már bőven a vízöntő Plutó hatásairól szól ez az időszak. Egy merőben szokatlan energetikai újrakezdés küszöbén állunk, ahol a régi hagyományok, a nem jövőbe mutató berögzöttségek látványos összeomláshoz vezetnek. Ideje lehetőséget adni magadnak arra, hogy jobban jelen legyél a világban, a saját világodban, és így pedig a saját életedben. Most tényleg elérkezett az ideje annak, hogy meglásd a színfalak mögött zajló kollektív változások fontosságát és mélységét. Az a helyzet, hogy most aztán tényleg mindenkinek kult szerepe van, és lesz a különféle történések alakításában és alakulásában. A legfontosabb feladatod az, hogy ne hasonlítgasd magadat másokhoz. Adj teret magadnak a kísérletezésre, legyél végre spontán, dönts ösztönből, és tudod mit? Februárban ne kérj gondolkodási időt. Pont erről szól az év második hava. Ahhoz, hogy ezt a hónapot jó eredményekkel hagyd magad mögött, meg kell ismerned az aktuális tranzitokat, és azt is, mit üzennek neked az égiek a csillagjegyed szerint. 2024. februárja az én előrejelzésem alapján nem megfontolt döntéseket igényel, hanem bátorságot, merészséget, különbséget, spontaneitást, mert ezek nyitnak örömteli utat a 2024-es év további szakaszához. Jó lesz minden, ha aktívan dolgozunk, és a hitünket életben tartjuk. Ne felejtsük el, hogy február 19-én indul a halak időszaka, ami sok más időszakhoz hasonlóan különféle hatásokkal lesz teli, és meglehetősen mozgalmasnak ígérkezik, legalábbis a tranzitokat illetően. Nos, vegyük végig az aktuális tranzitok listáját, van belőle bőven, dátumok szerint sorrendben fogom a tranzitokat felsorolni, elmondok pár mondatot, és ne felejtsétek, hogy részletes, hosszú leírást találtok minden tranzithoz majd a Bíbor Csillag blogomon, illetve sok-sok-sok olyan videó készül majd, ami pont ezeknek a tranzitoknak a részletes kibontását fogja ecsetelni. Kezdem is! Az első a Merkur és a Neptun szextilje lesz, ennek február 2 a csúcspontja, és egyébként 1-én, 2-án és 3-án hat ránk. A Merkur a bakházban aktivizálja magát, a Neptun pedig már tudjuk jól, hogy régóta a halakban jön és megy. Ezáltal a szextil fényszög által szoktak ők egyébként viszonylag rendszeresen találkozni, ám az egyes ilyen randik hatása meglehetősen eltérő lehet. Mivel február van, így pedig a tavasz óvatos közeledésének, beharangozásának jeleként is tekinthetünk ebben nagyon felemelő hatásra, így azért ugye ez egy egész érdekes fűszert kap ez a fényszög kapcsolat. Kellemes, csendes, csitító hatása mellett kifejezetten jó kilátásunk van pár kellemes napra. Más aktuális tranzitokkal ellentétben ez a fényszög segíti a kikapcsolódást, a kreatív kiteljesedést, a kommunikáció javulását és a spirituális tevékenységeket. Hát szerintem februári kezdetnek ez teljesen tökéletes.
Ezt követően február 5-én a Merkur átlép egy küszöböt, méghozzá megérkezik a vízöntőbe. A Merkur már megtette a magáét, hisz a tavalyi esztendő utolsó retrográd folyamatát január 1-jével zárta, így pedig már direkt irányban indította el az új évet. Így most jöhet az első jegyváltás, a bakból a vízöntőbe való érkezése. A Merkur számára a bakjel nem volt túl kellemes, és nem is igazán érzi ott jól magát, így pedig mi magunk sem érezhettük magunkat mindig boldognak. De a vízöntőbe érkezéssel nagyot fordul a kocka. A vízöntő egyébként a Merkur segítője. Én úgy szoktam hívni, és évek óta ezt a kifejezést használom, hogy szó szerint egy magasabb oktávja, hiszen felel a gondolkodásért, a kommunikációért, a tettekért, mindennapi életünk rutinjáért. Az, ami a bakban akadozott, döcögött, és alkalmanként kissé kilátástalannak tűnt, az megváltozik, szabad utat kap. Úgyhogy hajrá, próbáljuk meg a kommunikációt sokkal ügyesebben a magunk javára fordítani. Már február 1-én elkezdődött, és 11-én fog záródni, és szintén 5-e a csúcspontja a Merkur-Plútó együttállásának. Az, amiben ez a tranzit nagyon-nagyon sokat segíthet nekünk, az, hogy ideje lenne elengedni a berögzöttségeket, és legfőképpen a szűklátókörűséget. Ha ez most ebben a viszonylag rövid periódusban nem történik meg, nagyon komoly problémák szakadhatnak a nyakunkba. Igen, tudom, hogy ez nehéz, nem is kicsit nehéz, de higgyétek el, hogy elengedni a berögzöttségeket, a rutinokat, a túlzott szabálykövetést nagyon komoly felüdülést hozhat, és nagyon komoly megkönnyebbülést jelenthet. Épp ezért érdemes eldönteni, hogy maradsz a megrögzöttségeidnél, vagy megpróbálsz változtatni ezzel a Merkur-Plútó együttállással, mert itt kifejezetten könnyű változtatni. Február 4-e és 11-e között február 7-i csúcsponttal a Vénusz és az Uránusz alkotnak trigont egymással. A legszebb motto, amit ide mondhatok, az az, hogy a kevesebb néha több. Ez egy nagyon erőteljes fényszög, nagyon aktív hatással, és amiben tud segíteni az az, hogy könnyen szerezhetsz új emberi kapcsolatokat, nagyon könnyen tudsz ismerkedni. Részletkérdés az, hogy ez most egy baráti, üzleti, vagy éppen szerelmi jellegű kapcsolódás lesz, és a meglévő kapcsolatok is egy kicsit felfrissíthetőek, egy kicsit megújíthatóak. Mindemellett fontos tényező az, hogy csak olyan emberi kapcsolatba érdemes erőt és időt fektetni, amiről te is, én is tudjuk, hogy nekünk is hasznot hoz. Tehát az nem fair, hogy mi azért dolgozunk, hogy másoknak jó legyen, és egyébként az időnk és az energiánk megy el ezzel. Nem? Akkor van fairség és tisztesség, hogyha mindenki számára egy adott kapcsolódás hasznot hoz. És érdemes is ebben a Vénusz-Uránusz trigon időszakban ezt a fajta gondolatot alaposan átrágni, és aztán beiktatni a mindennapok menetébe. Érkezik egy Mars-Neptun szextil, február 6 és 10 között lesz jelen, ez sem egy túl hosszú folyamat, február 8-a a kicsúcsosodás pillanata. A Mars és a Neptun szextilje viszont nagyon-nagyon sokat segíthet abban, hogy erősítse a személyes varázsunkat, és valamiféle gyógyító energiát biztosítson nekünk, és ha tudunk ezzel élni, akkor szó szerint nyert ügyünk van. Tulajdonképpen azért az érzékiséghez és a szenvedély fellángolásához, remek megéléséhez is hozzásegít minket ez a fényszög, de aki egyébként nyitott olyasmi, hogy egy éjszakás kaland, az tutira sikerre jár ebben a rövid periódusban. Sokakra egyébként úgy is hathat ez a tranzit, hogy elkezdik az igazságot szenvedélyesen keresni. A spirituális igazságok kutatása felnyitja a szemeidet, így pedig jóindulatú és együttérző tudsz lenni. Ez végső soron akár példát is mutathat másoknak, többek közt a gyermekeknek, és azoknak a mondjuk úgy követőknek, hogyha például főnök vagy valahol, akkor a beosztottaid sokkal másképp fognak rád nézni. Ha tanár vagy, ha pedagógus vagy, ha óvodapedagógus vagy, nagyon nem mindegy, hogy mit mutatsz, milyen mintát mutatsz a gyermekeknek. Ezért is fontos az, hogy február 6 és 10 között alaposan meggondolt, hogy azt a szép, a létező legjobb arcodat mutasd a környezetednek, mert azt fogják rólad megjegyezni, hogy milyen vagy. A nap és az Uránusz kvadrátja február 5 és 11 között él, február 8-a a csúcspontja.
Nagyon szélsőséges folyamat, lehet benne nagyon jó, nagyon felemelő, és lehet benne kifejezetten kellemetlen élethelyzet, pillanat és körülmény is. Én amondó vagyok, hogy ez a kvadrát fényszög arra ösztönöz, hogy tedd a dolgodat a magad módján, ahogy neked kellemes, ahogy neked örömteli, és ahogy számodra elfogadható. Ugyanis, aki ebben a periódusban képes összeszedetté válni, az akár egy nagyszabású ötletet is megvalósíthat, vagy ha van erre igény, akkor végérvényesen függetlenedhet valamitől, vagy valakitől. A mondó vagyok, hogy itt az ideje annak, hogy kitűnj a tömegből, mutasd meg a rejtett képességeidet, hozd elő a banálisnak tűnő ötleteidet, mert kiderülhet, hogy messze nem banálisak. Viszont vigyázz, mert néhányakban ez a helyzet konfliktusra adhat okot. Tehát csak óvatosan azokkal a pillanatokkal, amikor előjössz az ötleteiddel vagy a javaslataiddal, tedd ezt felkészülten, tedd ezt tudatosan, és akkor egyébként ezeket a konfliktusra okot adó helyzeteket ügyesen ki tudod kerülni. Szerintem sokan várjuk a február 10-i dátumot, mert hogy nem csupán arról van szó, hogy bizonyt új holdat köszönhetünk, hanem bizony arról is, hogy 0 óra 0 perckor gyakorlatilag elérkezik a pillanata annak, hogy beköszön a sárkány éve, azaz a holdúj év elindul. Hivatalosan nem 9-én lesz, hanem 10-én, és ha egészen korrekt és pontos akarok lenni, akkor 0 óra, 0 perc, 11 másodperckor. Természetesen ez egy közép-európai dátum, Kínában értelemszerűen az időeltolódáshoz igazítva egy picikét pár órával arrébb van ez a történet. No, mi történik vízöntő újhold idején? A vízöntő újhold mindig nagy-nagy-nagy reformációkat hoz, amit esetleg krízisként, akadályként, problémaként éltünk meg az elmúlt időszakban, az bizony látványosan lenyugodni látszik, és a nagy ébredés pillanata következhet be tulajdonképpen mindenkinél. A 2024-es év naptári szempontból már elindult, de a nagy fordulat a holdúj év pillanatától érezhető. A vízöntő újholdról lesz egy hosszú részletes videó, és ne felejtsétek el meghallgatni a sárkány évéről készült videós anyagomat, ami meglehetősen részletesen beszámol arról, hogy merre és hogyan tovább ebben az új holdévben, és ebben az új energetikában, amit a sárkány kínál számunkra. Február 8 és 12 között a Merkur és a Jupiter kvadrátja köszönt ránk. A február 10-i nap lesz ennek a kvadrátnak a csúcspontja. Ez a kvadrát hátráltató, ugyanis hiába akadnak magasröptű ötletek és sokrétű elképzelések, azoknak egy része adott esetben kicsit misztikus, kicsit olyan távoli, vagy olyan túlságosan elérhetetlen életérzést hoz magával. Egyszerűen lesz egy csomó ötlet, ami marha jó lesz, de nagyon nehezen ültethető át a való világba. Mivel mindösszesen csak pár napig tart ez a hatás, épp ezért nagy a valószínűség, hogy nem lesz különösebben sem idő, sem energia arra, hogy kellő részletességgel kidolgozzuk ezeket a nagyon fura, felbukkanó ötleteket, és valódi terveket felragjunk azokból. Épp ezért, mivel nem lesz elég az időnk arra, hogy tényleg alaposan rendszerezzünk, és elkezdjünk szervezni, engedjük el, majd egy későbbi fényszög nagyon szépen fogja segíteni az ötleteknek a kialakulását, de nem a Merkur és a Jupiter kvadrátja lesz az. Na aztán az, ami végre-végre egy kicsit segíthet máshogyan a mindennapokban, az a Mars vízöntőbe lépése 2024. február 13-án. Én a Marsot a vízöntőben általában úgy szoktam hívni, hogy elhozza nekünk a felszabadulás pillanatát. Mire gondolok egészen pontosan? Amikor a Mars átlépi a vízöntő küszöbét, valamiféle magányos, harcos amazonként kezdi az egyént ébrezgetni. Nem csak engem, nem csak téged, hanem mindenkit. Világi bolygónk segíteni igyekszik egyébként abban, hogy feltöltődjünk, jobban érezhessük magunkat a bőrünkben, szeretne lendületes lenni, nagy dolgokat végrehajtani, de hát ugye ne felejtsük, hogy mégiscsak Mars, mégiscsak tüzes, viszont ez eleinte nagyon-nagyon beakad majd a vízöntőház elején. A Mars ugye nem nagyon tűri a kötöttségeket, főleg nem a vízöntőben, és a változás nyilvánvalóan meg fog történni a Mars
vízöntőben töltött időszaka alatt. A kérdés csupán az, hogy hagyod magadat sodortatni az árral, vagy te magad indítod el és formálod a változást. Na ez az a nagy kérdés, amit föl kell tenni, és érdemes megválaszolni. Mindeközben ne felejtsük el, hogy amikor a Mars belép a vízöntőbe, nagyon hamar utol fogja érni a Plutót, ami ugye már január 21-e óta ott tartózkodik a vízöntőben, és egy darabig kéz a kézben fognak járni, és ez is egy nagyon komoly hatás lesz a mindennapjainkkal kapcsolatban. Február 12 és 15-e között a Vénusz és a Neptun alkotnak szextil fényszöget, 13-a lesz majd a csúcspontja ennek a folyamatnak. Most mindenképpen jót, legfőképpen kiemelkedően jót ígér nekünk ez a fényszög, mert hogy a Vénusz a bakban viszonylag stabil talajon áll, és így pedig az, ebben a nagyon rövid, tényleg röpke időszakban azt mondom, hogy a kifejezetten bonyolult emberi kapcsolatokat könnyű rendezni, könnyű ráncba szedni, főleg azokat, amik szerelmi alapokon nyugszanak. Ugye a Vénusz és a Neptun szextilje az érzelem és a romantika feléledését is magával hozza, így nem csoda a hangulatunk egy kicsit emelkedettebb lesz, ha egy kicsit kíváncsibbak leszünk, úgy általában az emberekre, az eseményekre, és sokan egyébként azt fogjuk érezni, hogy kicsit jobban érdekelnek a művészetek, és a különlegességek iránti vágyunk is valahogy megerősödik. Engedjük ezt bátran, szabadon, jogunk van egyébként ahhoz, hogy ne csak a szigorú rendszabályok szerint éljünk, hanem egy picit legyünk vagányak és merészek, és éljük meg adott esetben a művészet iránti hajlamunkat és igényünket. Aztán az, ami az előbb már említettem, a Mars vízöntőbe lépése során, hogy a Mars és a Plutó együtt fognak állni. Jöhet a kérdés, mit hoz ez nekünk? Szerintem hatalmas szenvedélyt, óriási intenzitást. Nyilván az egy más kérdés, hogy ki hogyan fogja megélni ezt a folyamatot. Maga a folyamat 6-a és 21-e között lesz nagyon erős, a kicsúcsosodás időpontja pedig február 14. Ez egy zavarba ejtően és hirtelen jövő energia, ami nagyon alaposan megnövelheti az ambíciókat, de egyeseknél akár a szexuális vágyat és a hatalomvágyat is. Ugye nyilván nagyon nagy kérdés, hogy kinél pontosan mit fog erősíteni. Vigyázni kell arra, hogy az önzésre való hajlam is erősödik, ez pedig egyeseknél nagyon nehézkes, adott esetben könyörtelen viselkedéshez is vezethet. Lehetnek olyanok, akik picit átmennek majd az erőszakos állapotukba. Nagyon-nagyon óvatosan kell bánni ezekkel az energiákkal, hiszen bármelyik oldalon lehet állni. Lehet állni ugye a bántalmazó és a bántalmazotti oldalon, és itt most nem fizikai bántalmazásról beszélek, elég egy sértés, egy csúnya megjegyzés, egy számonkérés, ami nagyon kellemetlen helyzethez vezet. Épp ezért senki nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a hatalmas energiát. Felesleges lesz úgy tenni, mintha nem lenne itt az életünkben, ugyanis akkor is elő fog törni. Egyeseknél durva indulatok formájában, másoknál fura cselekedetek formájában. Majd olvassátok el az ezzel kapcsolatos hosszú írásomat, szerintem erről lesz majd videó is, mert aki ügyes, és aki figyelmes, és aki tudatos, az ezt a hatalmas szenvedélyt és óriási intenzív energiamennyiséget nagyon jól fogja tudni kezelni, csak meg kell tanulnia a megfelelő praktikákat használni. Ezt követően február 16-án a Vénusz a vízöntőbe érkezik. Ez egy nagyon szuper dolog lesz az életünkbe, ugyanis a vízöntő Vénusz hatására jöhet a szerelem az életünkbe, és ne felejtsük, hogy itt topzódik a Plutó, itt van a Mars, tehát egy csomó más energia is szépen formálhatja a mindennapjainkat, és segítheti az ambícióinkat kiteljesedni. Gyakorlatilag ugye, ha valahol nagyon-nagyon szívesen látják a Vénuszt, akkor az a vízöntő jegye, és a vízöntő Vénusz nagyon-nagyon sok egyedülálló nő és férfi vágyát beteljesítheti azzal, hogy egyszer csak valakit odatol elétek, próbára teszi a tűrőképességeteket, tetszik, nem tetszik, ki is mondhatjátok, hogy fú, ez egy szimpatikus férfi vagy nő, vagy adott esetben nem az. Egy biztos, a Vénusznak nagyon-nagyon-nagyon jót tesz ez a jegyváltás,
és amíg a bakban nem engedhette szabadon a jótékony energiáit, most ezt megteheti végre, és ebben a Mars és a Plutó is segítségére lesz, hiszen ők is a vízöntőben tartózkodnak. A légies vízöntőben járó Vénusz egyébként nagyon sokban megsegíti a könnyű ismerkedést, a gyors egymásra hangolódást, és annak a felfedezését, hogy sok-sok-sok zord külső mögött milyen fantasztikus lélek bújik meg. És értelemszerűen a Vénusz, mivel sokkal gyorsabban mozog, mint a Mars és a Plutó, utol fogja érni a Plutót, és együttállást alkot vele, egészen pontosan már 12-e óta és 22-ig bezárólag zajlik ez a hatás, a csúcspont 17-ére esik. Alaposan próbára teszik az égiek a különféle emberi kapcsolatainkat. De szerintem ebből megint csak nagyon jól ki lehet jönni, hiszen legyen szó barátságról, párkapcsolatról, kollegális viszonyról, szomszédságról. Mindenhol terítékre kerülhetnek azok a szituációk, körülmények, sértések, bántások, amik az elmúlt időszakban valahogy egy picit megnehezítették ezeket a kapcsolatokat, és ugye a Plutó megmutatja ennek az egész helyzetnek a realitását. Fáj, nem fáj, véget vessünk neki, ne vessünk véget neki, ezek a kérdések elő fognak bújni, és az a szerencse, hogy ebben a rövid periódusban a válaszok is megérkeznek. Mivel itt a Vénusz közvetlenül érintett, így nem csoda, hogyha nagyon könnyen kimondjuk azt, hogy figyelj, én már nem szeretnék veled kapcsolatban lenni. Mindegy, hogy milyen jellegű az a kapcsolat, de nem szeretnék veled kapcsolatban lenni. Ergo engedjük el, és tegyétek is meg, ne legyen ciki kimondani azt, hogy valamiből már nem kértek a továbbiakban. És ha viszont azt tapasztaljátok, hogy valaki, bocsánat a kifejezésért, sunyi lapos módon elkúszik a probléma megoldása elől, na hát, ha valahol át kell gondolni a kapcsolat folytatását, ezekben a szituációkban ez különösen igaz. Aztán, hogy egy kicsit felszabaduljunk, és a vízöntőtől egy picit más irányba elmozduljunk, jön a napi egyváltása február 19-én, egészen pontosan hajnali 5 óra 13 perckor, hiszen a nap átlép a halakba. A halakjegy megérkezése tulajdonképpen ugye a tavaszt hozza közelebb a mindennapjainkban, közelebb érkezik a meleg, és közelebb érkezik annak a lehetősége, hogy a nap végre egy kicsit kibújjon a tartósan sűrű felhők mögül. A komorság tovatűnése pedig mindenkire pozitívan hat. A nap bekopog a halakházba, és bebocsátást nyer oda, ha pedig azt tapasztalod, hogy egy icipicit csöndesebb, icipicit visszahúzódó, vagy éppen zárkózottabb leszel, az teljesen normális folyamat, és ez független attól, hogy milyen a napjegyed. Február 6 és március 8-a között egy meglehetősen hosszú folyamatban a Mars és a Vénusz is együtt állnak. Ugye ez még mindig az a vízöntős találkozás, ahol a Plutó is jelen van. És a Mars és a Vénusz ugye tartósan fognak kéz a kézben együtt haladni, és az együttállásuk hatása, én azt mondom, hogy ugye a tél végére és a tavasz kezdetére nagyon-nagyon alaposan rányomja a bélyegét. Ez az állás egyébként meglehetősen pozitív az én szememben, és bár okozhat köztük feszültséget az, hogy a vízöntőben vannak, lehetnének más helyen és egy kicsit más felszabadító energiákkal, de tulajdonképpen amondó vagyok, hogy ebben az együttállásban maximálisan ki tudsz teljesedni üzletfélként, nőként egy kapcsolatban, férfiként egy kapcsolatban, barátként egy baráti kapcsolatban, rokonként egy rokoni kapcsolatban, vagy segítőként például egy segítő-kliensi kapcsolatban. Tehát érdemes egyébként tényleg itt egy kicsit a jobbik, kedvesebbik, felüdítő bénünket elővenni és azt alkalmazni. Ha valaki egyébként kapcsolatban él, és itt most szerelmi kapcsolatról beszélek, akkor a már meglévő bonyodalmak egyébként rendezhetőek. Maga a rendezés az biztos, hogy nem lesz rövid távú, tehát nem arról van szó, hogy leülünk egy este, és már reggel úgy kelünk föl, hogy mindent elfelejtettünk, és mindenen tovább léptünk, hanem ebben a bő egy hónapos periódusban, igen, nagyon sok praktikával, trükkel,
jó értelembe vett ügyeskedéssel, alkalmazkodó képességgel, kedveskedéssel, tulajdonképpen mindenféle emberi kapcsolat menthető. A kérdés az, hogy akarjuk-e menteni, mert ha nem, akkor felesleges belölni az időt és az energiát. Ha viszont igen, akkor a Mars-Vénusz együttállás nagyon sokat tud tenni ezért az ügyért. Február 23-án a halak Merkur időszaka érkezik el, reggel 8 óra 29-kor a halak jegyküszöbét átlépi a Merkur, és sok-sok leírás szerint egyébként ez nem egy kifejezetten szerencsés állás, viszont aki régebb óta hallgat engem, tudja, hogy én mindig hiszek abban, hogy még a rosszból is lehet valami kis jót kicsiholni, és hogyha a félelem helyett elemzünk, alaposan analizáljuk a helyzetünket, akkor tulajdonképpen még mindig jól ki tudunk jönni ebből a szituációból. Mert bár a halak Merkur nem egy szerencsés kapcsolódás, de hát tudjuk, hogy minden rosszban van valami jó. És ez a változás, tehát ez a jegyváltás tulajdonképpen egy nagyon kellemes feloldozást ígér mindenki számára. Én a mondó vagyok, hogy meg kell szabadulnunk itt a korlátozó gondolatoktól, és sokkal jobban el kell azt hinnünk, hogy az önmagunkba vetett hit hatalmas képesség, és az önmagunkba vetett hittel bárhova el tudunk jutni, és bármilyen feladatot meg tudunk csinálni. És a halak Merkúrnak az energiája pont ebben tud nagyon-nagyon sokat segíteni. Február 24-én szűzteli holdat ünneplünk, és ha azt gondolnátok, hogy csak ennyi, lépjünk is rajta tovább, nem, de hogy nem fogunk túllépni, ugyanis ez lesz az év első 10 milliószoros napja, és nagyon-nagyon jónak néz ki. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a szűzholddal a szorgalmunk, az újdonság iránti vágyunk nagyon-nagyon meg tud nőni, meg tud erősödni. Nem fogunk visszariadni a különféle nehéz, problémás feladatoktól, sőt, olyannyira nem, hogy gyakorlatilag olyan dolgokba is belemerünk vágni ezzel a hatással, amitől adott esetben nagyon-nagyon régóta tartunk, vagy direkt már tudomást sem akarunk venni, mert ugye annyira nem akartunk részt venni egy ilyen típusú élethelyzetben, de most bizony muszáj lesz ezt megtenni. A belső komfort, a lelki béke és a mértékletesség alapvető eszközök legyenek a mindennapokban, és akkor a teljes szűzteli hold időszaka, ugye gyakorlatilag már 23-ától, nagyjából 25-ig bezárólag, 24-i csúcsponttal fantasztikus tud lenni. Majd jön a Vénusz és a Jupiter kvadrátja, itt már azért megközelítjük február havának végét, 21 és 28-a közt lesz jelen az életünkben, a csúcspont pedig február 25-e. Amikor egyébként a Jupiter a nap körüli útján összetalálkozik a Vénusszal, az én tapasztalataim azt mutatják, hogy az általában egy pozitív, általában egy kellemes, rendszerint egy felemelő, tartalmas időszakot hoz. Kiemelkedő életterületek minden esetben a szerelem és a pénz. Ez egyébként annak ellenére, hogy egy kvadrát fényszög, szerintem itt a Jupiter-Vénusz kapcsolódás könnyen vezethet felemelkedéshez és jóléthez. Ennél a tranzitnál a Jupiter meglehetősen egyértelmű követelésekkel és igényekkel fordul a Vénusz felé. Bizonyos dolgokból sokkal több lesz a kelleténél, és ugye bizonyos dolgokból, ha bőven sok van, az inkább bonyodalmat tud okozni, de csak akkor, ha hagyjuk. Én amondó vagyok, hogy az a szerencse, hogy a nehézségek pont a Jupiter-Vénusz kapcsolódásával nagyon könnyen rendezhetőek, csak odafigyelésre, alaposságra és tudatosságra van szükség. Érkezik ezután a Mars és a Jupiter kvadrátja, ami már áthúzódik márciusra, február 21-től március 4-ig tart, 27-e lesz a csúcspont. Ez a kvadrát viszont nyomasztó hatással lehet ezekre a napokra. Igaz, hogy 2 hétig tart, tehát 2 hétnyi leterheltségnek lehetünk a résztvevői. Ez a tranzit egyébként kifejezetten annak fog fájni, aki jó ideje struccpolitikát folytat, mert nem mer változtatni az életén és a körülményein. Szóval az készüljön föl némi nehézségre és némi problémára, aki bírja a struccpolitikát, és általában abban találja meg a problémáira a megoldó kulcsot. Aki viszont tök stabil talajon áll, aki alapvetően ismeri a saját lehetőségeit, céljait, stb., annak kifejezetten könnyű dolga lehet, mert még az átmeneti megingásokat okozó hatásokkal is nagyon jól fog tudni sáfárkodni.
Kiemelkedően fontos napja lesz szerintem februárnak a 28. nap. Miért? Mert a Merkur, a Nap és a Szaturnusz együtt állnak. Február 28-án ez a három csodálatos égitest egymásra találnak, nagyon szoros együttállást alkotnak, és bár mind a három járja ugye a saját kis útját, de ez a közösen eltöltött időszak nagyon hasznos lesz mindannyiuk számára, így pedig számunkra is. Természetesen a Nap és a Merkur gyorsabb mozgású, mint a Szaturnusz, tehát le fogják hagyni a Szaturnuszt, és tovább fognak haladni, és nem sokat fognak ők együtt időzni. Mégis azt mondom, hogy nagyon jól fogjuk magunkat érezni ebben a röpke periódusban, hiszen a nap létünk és létezésünk alapja, a nap energiája nélkül nem csak, hogy semmi nem lenne, mi sem lennénk, nem lenne világosság, csak merő sötétség, viszont nagyon fontos, hogy nem érdemes kapkodni, nem érdemes türelmetlenkedni, egyszerűen mindennek eljön a maga ideje. Mindeközben ugye, amikor a Nap és a Szaturnusz összetalálkozik ennyire szorosan egymásra, és ugye ez évente csak egyszer adatik meg, az mindig valamiféle komoly erőpróbát jelez, és jelent mindannyiunk számára, úgyhogy akinek kell nagy döntést hoznia, aki szeretne valamit lezárni, és valami merőben új dolgot kezdeni, az ezt a február végi időszakot célozza meg ezeknek a döntéseknek a meghozatalára. A záróakkordunk tranzitok terén a Merkur és a Jupiter szextilje. Na, ha valahol fölteszem a fontos kérdést, akkor ez a szextil, sírjunk vagy nevessünk. Az a szerencsénk, hogy mindösszesen február 28-29 és március 1-én uralkodik ez a hatás, és egyáltalán nem csoda, hogyha folyamatosan mozgásba leszünk, állandóan menni akarunk valahova, csinálni akarunk valamit. Lehet, hogy az a menet egyébként csak annyit fog hozni, hogy fölmegyünk a padlásra, lemegyünk a pincébe, kimegyünk a kertbe, kitakarítunk, de hogy folyamatosan valamit fogunk csinálni, molyolunk, pakolgatunk, szelektálunk, azt tuti biztos, és jó is egyébként a rendezgetés, jó a lomtalanítás, jó az, hogyha csinálunk egy garázsvásárt, vagy elajándékozunk egy csomó cuccunkat, nagyon-nagyon sokat tud egyébként ez a Merkur Jupiter értünk tenni. Kifejezetten ajánlott az, hogyha stabil dolgot szeretnél építeni, az csak is lassan lépésről lépésre tedd meg ebben a pár napban, hiszen a bikában járó Jupiter nem szereti a szeleburdiságot, és nagyon-nagyon nem bírja a felesleges kapkodást. És ha összeszeretném foglalni az elmúlt fél órának a gondolatait, akkor azt mondom, hogy nincs olyan fényszög, ami kifejezetten nagyon csúnyán tud nekünk ártani. Olyan fényszög van, ami itt-ott kicsit bonyolult, meg egy kicsit nehézkes, de az nem az egyenlő azzal, hogy baj van, és lesz egy csomó felüdítő pillanatunk februárban, úgyhogy ezt próbáljuk megélni és a magunk javára fordítani. Nézzük akkor a jegyek szerinti előrejelzést. Kezdjük a vízöntőkkel. Vízöntőként azt mondom, hogy te, mint egy másik vízöntő, tekintsd ezt a hónapot az új év igazi kezdetének, abba tortán, hogy február 10-én a vízöntő jegyében tetőzik az új hold, és ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy az identitásodat jobban meg tud határozni, jobban meg tud élni a vágyaidat és az ötleteidet. Most van az a pillanat, amikor a szokásosnál még hevesebben és aktívabban odaállsz egy csapat élére, odaállsz az élvonalba, készen vagy arra, hogy megragadd azt a lehetőséget, amit az élet kínál, és érdemes is egyébként az időt és az energiát nagyon-nagyon kreatív folyamatokra fordítani. Én amondó vagyok, hogy ez olyan, mint egy beavatási út kezdete. Hát hisz ne feledjük, hogy a vízöntőbe belépett a Plutó, érkezik a Mars, érkezik majd a Vénusz. Hú, hát azért ezek nagyon komoly folyamatok. Egy helyen együtt állnak majd ráadásul ez a Plutó-Mars, Vénusz. Tehát fantasztikus energiák közelednek. Amondó vagyok, hogy egy új korszak kezdete indul el számodra, minden vízöntő számára, ahol minden, ami eddig nem volt meg lehetőségként az életedbe, az most meg lesz. És gyakorlatilag, ha valamitől meg kell válnod, ha valamiről le kell mondanod, az hosszú távon többszörösen meg fog térülni. Meríts ihletet minden élethelyzetből, ami kialakul körülötted, és próbáld meg egyébként újra definiálni önmagadat, adott esetben az identitásodat.
Jó út egyébként az, hogyha abba hagyod azt, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelj. Nyugodtan kérdőjelezd meg azt, hogy neked tényleg mindig alkalmazkodni kell másokhoz? Legyél szenvedélyes, legyél eltökélt, és hozd létre az életedbe egy olyan körülményt, ahol merőben mások az élethelyzeteid, a döntéseid, a gondolataid, mint eddig voltak. Igen, nyilván ugye a vízöntő Pluton nagyon-nagyon sok akadályt fog eléd gördíteni, de csak azért, hogy teszteljen, hogy mennyire vagy bátor, és mik azok az akadályok, amiket simán és bérmentve átugrasz, és nem azt nézed, hogy milyen áldozatot kell ezért hozni, hanem azt mondod, hogy hát én ezeket átugrom, mert én nem akarok ezektől szenvedni a jövőben. Aztán az, ami még nagyon fontos, ugye a Vénusz és a Plutó együttállása a te jegyedben, téged vízöntőként képessé tesz arra, hogy a kapcsolataidban abszolút hatalmi pozícióba kerülj. Amikor azt mondom, hogy hatalmi pozíció, az nem azt jelenti, hogy visszaszabad élned bármilyen helyzettel, hanem azt jelenti, hogy döntésképessé válsz, és nyugodtan mondd ki azt, hogy te már mást akarsz, máshogy akarod, másképpen akarod, és igenis gyakorolj nyomást a másik félre, hogy érezze azt, hogy nem vagy a továbbiakban kihasználható vagy elnyomható. Úgyhogy ügyesen ezzel a hatalmi lehetőséggel. Én a mondó vagyok, hogy itt februárban a lehető legkevesebb pillanatban legyél hajlamos arra, hogy kompromisszumokba belemenj. Nem. Ne akard a rövidebb bet húzni. Nyugodtan mondd ki azt, hogy nem vagy hajlandó bizonyos kompromisszumokra, adott esetben egyedül is meg tudsz csinálni feladatokat, egyedül is el tudsz jutni a célig, és egyedül is nagyon komoly eredményeket el tudsz érni. A te esetedben az előrejelzésem utolsó gondolata az, hogy 24-én a szűzteli hold idején a belső átalakulás az, amire nagyon-nagyon fontos időt és energiát szánnod, fantasztikusan jól fognak működni a vízöntők intuíciói, és azt mondom, hogy világossá tudod tenni mindenki számára azt, hogy az igazság útján jársz, a tisztesség útján jársz, és veled nem lehet packázni. És szerintem tulajdonképpen ez zárszónak is tökéletes. Én a mondó vagyok, hogy legyen fantasztikus februárod, éld meg a vízöntő Plutó hatását, ha pedig további segítségre van szükséged, munka, anyagiak, párkapcsolat, önfejlesztés, bármilyen egyéb téren, akkor bátran keresd meg a plusz 36 73 11 61 25-ös számon. Időpont egyeztetésért online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. Jöjjenek a halacskák előrejelzései. Elérkezett az az időszak, amikor nagyon-nagyon sokat segíthet neked a különféle döntéseid során, hogyha tényleg bátran alkalmazod a spirituális tanokat és azokat a megszerzett képességeket, amik ott vannak benned. Nagyon jó lehetőségeket kínál a februári hónap, és én azt mondom, hogy fantasztikus meglátásaid lesznek a legkülönfélébb életterületeken, akár otthon, munkahelyen, baráti kapcsolatokban, bárhol. Nagyon sok hívást, meghívást, felhívást fogsz kapni, és figyeld meg, hogy nagyon sokan elkezdenek így mozgolódni körülötted, mert szeretnének veled mélyebb típusú emberi kapcsolatot kialakítani, mert azt fogják érezni, hogy van benned valami, amit eddig nem éreztek. Eddig is benned volt, de valahogy most fogják majd elkezdeni érezni azt a valamit. Aztán a február 10-i vízöntő újhold egy szó szerinti katalizátorként fog neked segíteni abban, hogy kiteljesedj, és arra fog ösztönözni, hogy még inkább elköteleződj a különféle spirituális tanokban, gyakorlatokban, és amit szeretnél tanulni, azt emeld magasabb szintre. Tehát ne elégedj meg azzal, hogy jó, elmentem egy egyhétvégés tanfolyamra, én már mindent tudok. Nem. Az egyhétvégés tanfolyam az arra való, hogy ráérezz arra, hogy érdekel-e még téged az a téma bővebben, és itt van az ideje annak, hogyha vannak ilyen témák, akkor azokat elkezd egy kicsit jobban kibontani, és alaposabban körbejárni. Én amondó vagyok, hogy nagyon fontos lesz februárban számodra az igazság, és mások igazáért is hajlandó leszel kiállni. Amire azért ezzel kapcsolatban vigyáznod kell, hogy nagyon fontos persze az, hogy mások igazságát, meg becsületét megvéd, de ne azon az áron, hogy a te időd, a te energiád
teljesen elfogy, hiszen ezekből neked is véges van. Én azt mondom, hogy állj ki mások igazáért, de legyen egy pont, ahol azt mondod, hogy na, most már viszont a másik fél feladata az, hogy a továbbiakban kiálljon önmagáért. Én amondó vagyok, hogy az egzisztenciális oldal, az anyagi oldal valamilyen formában tud erősödni az életedben, de ehhez nagyon konkrétan meg kell határoznod azt, hogy mik az aktuális céljaid. Foglalj állást azzal kapcsolatban, hogy elégedett vagy-e a munkáddal, elégedett vagy-e a fizetéseddel, a juttatásaiddal, mert ha nem, akkor ugye amikor elérkezünk február 19-én ahhoz a pillanathoz, hogy a napjegyet vált és belép a te jegyedbe, a halakba, akkor ott viszont döntened kell ezzel kapcsolatban, és ha állást változtatnál, vagy a vállalkozásodon formálnál, vagy esetleg vállalkozást indítanál, mert még nincsen, akkor itt van az ideje annak, hogy február utolsó harmadában nagy lépést tegyél azért, hogy végre önmagad lehess úgy, ahogy te szeretnél lenni. Aztán természetesen a 24-i szűzteli hold a kapcsolatok házát fogja esetedben érinteni, úgyhogy ez kiváló pillanat arra, hogy felmért, hogy kivel milyen a viszonyod, kivel hogyan cserélsz energiát, kivel van értelme tovább vinni egy adott kapcsolatot, és esetleg kivel nincsen. Hogyha van olyan emberi kapcsolatod, amiben nagyon magányosnak érzed magad jó ideje, akkor bizony ez az a pont, ahol ki kell mondanod azt, hogy figyelj, ennek így nincs értelme, számomra ez a kapcsolat nem hoz profitot, és nyilván itt nem anyagi profitról beszélek, hanem érzelmi, vagy bármilyen egyéb más haszonról, ami neked is jár egy kapcsolatban. Nyugodtan függeszd fel, vagy végleg szüntesd meg a felületes emberi kapcsolataidat, és csak a valódi, mély, lelki kapcsolódással működő kötelékeket vidd tovább. És ami még nagyon fontos, hogy 19-től szerintem óriási intenzitással fogod belevetni magad a mindenféle feladatba, amiben éppen bele kell rakni az időt és az energiát, de nagyon vigyázz, mert amikor február 28-án a Szaturnusz, a Nap és a Merkur együtt állnak a halakban, nagyon-nagyon ki tudsz égni abban az őrült pörgésben és forgásban, amit csinálsz. Tehát nem azt mondom, hogy ne csinálj meg mindent, amit szeretnél, és ne pörgess túl egy kicsit alkalmanként a lehetőségeket, és ne mondj igent még erre, meg még arra, meg még amarra, de jusson eszedbe, hogy egy nap neked is csak 24 órából áll, úgyhogy észszerűen válogass az aktuális feladatok között. Nézd meg, mi fontos, nézd meg, mi lényeges, és a lényegtelen dolgokat egyszerűen csak pakold félre. És ha további segítséget szeretnél kérni, kapni, akkor bátran kérj időpontot a +36 73 11 61 25-ös számon tőlem. Online és személyes konzultációkat egyaránt vállalok. Jöjjenek a kosok előrejelzései. Értelemben eszembe jutott az a műsor, amit úgy hívtak régen, hogy Csillag születik. És igen, ez az a pillanat, amikor neked kosnak teljes szívvel, teljes eltökéltséggel föl kell állnod a színpadra, és azt kell mondanod, hogy nekem teljesen más álmom és vágyam van a saját életemmel kapcsolatban. Nyilván azt mondom, hogy persze van 10-20% olyan kos, akinek nem kell módosítani a semmin, hiszen már bőven azon az úton jár, ahol a következő 20-30 évben is járni szeretne, de neked, aki bármiféle kételjel rendelkezel, amondó vagyok, hogy add át magadat az ösztöneidnek, és mondd ki azt, hogy na, nekem ebből elegem van, és más álmokat és más vágyakat akarok megvalósítani, mint az elmúlt időszakban azt tettem. Február hava remek lehetőséget kínál arra, hogy áldozatot hozz önmagadért és a vágyaidért. A teljesítményed annál nagyobb lesz, minél nagyobb áldozatot vagy hajlandó hozni, vagy minél több dologról, régi berögzöttségekről vagy hajlandó lemondani a vágyott teljesítmény elérése érdekében. Neked is nagyon jó hatással lesz a 10. új hold az életedre, a mindennapjaidra, a gondolataidra. Én a mondó vagyok, hogy a vízöntő új hold szó szerint csillogást ad neked, segíti az ambíciót, kiteljesedését, és alkalmanként akár valamilyen nagyon furcsa, de egyben nagyon izgalmas élményt is ígér számodra. Lehet itt egyébként ez az a február 10-i nap a vízöntő új holddal különc helyzeteket hozó, elvont gondolatokat szabadon engedő, vagy adott esetben ilyen futurisztikus élményeket megélő pillanat. Az a lényeg,
hogy lépj túl a komfortzónán, mert bevállalni azt, hogy most már egy kicsivel másra, vagy egy kicsivel többre van szükséged, és túl akarsz terjeszkedni azon a téren, amit eddig ismertél. Mert most már tudod, hogy van másik tér, van másik lehetőség, de ehhez nagyon-nagyon sokat kell tenned, és a 10. vízöntő újhold óriási segítségedre lesz ebben. És van itt még valami, amiről érdemes tudnia minden kosnak. 20. környékén, ezt megelőző napokban, meg ezt követő napokban, a felszálló holcsomópont és a Chiron együtt állnak a jegyedben, és az otthonodat érintik valamilyen formában. Mindenképpen azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy sorsforduló lehet az életedben, hiszen nagyon jelentősen erősödhet az önbizalmad, erősödhet az önbecsülésed, és tulajdonképpen fel tudod szabadítani a benned topzódó, felőlem nevezhetjük kisördögnek, vagy angyalnak, mindegy, nyilván azt szabadíts föl, amire éppen szükséged van energia szempontjából. Meg tudod gyógyítani a saját sebeidet, rá fogsz tudni arra jönni, hogy Atya, Úr, Isten, ez fájt eddig ennyire. Mert hogy nem biztos, hogy ugye minden fájdalompontot föl tudtál mérni, és meg tudtál érteni, hogy miért reagálsz bizonyos dolgokra, vagy szavakra, vagy egy-egy gesztusra valahogyan. És ez az az időszak, ez a februári hónap az, amikor nagyon nagy élményekben lehet részed. Lehet, hogy egyébként segíthet neked egy családállítás, lehet, hogy segíthet neked egy, akár egy pszichológus, egy kineziológus, vagy valaki, aki ugye föl tud tárni bizonyos mélyreható folyamatokat, akár a gyermekkorodból, stb. És olyan ébredésed lehet, ami tulajdonképpen akár az életed hátralévő részét jelentősen tudja pozitív irányba módosítani. Aztán legvégső soron a 24-i szűzteli hold abban tud segíteni, hogy sokkal rendszerezettebb legyél, mint ezt megelőzően, hogy nagyon jól elboldogulj idegen terepen is, és esetleg olyan extrákat is bevállalj, amit eddig nem mertél. Mindenképpen menjél közösségbe a hónap utolsó napjaiba, mert valamilyen formában elismerésben részesülhetsz, új barátot szerezhetsz, de adott esetben akár egy új szerelem is bepottyanhat az életedbe, csak adjál ennek teret. Ha pedig további segítségre van szükséged, bátran keresd meg időpontért a +36 73 11 61 25-ös számon. Online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. Jöjjenek a bikák előrejelzései. A februári hónap elején kicsit úgy fogod érezni, hogy döcög, nem úgy halad, meg mintha az a fejlődés, amit várnál, az egyszerűen úgy beakad, de aztán szépen elindul egy nagyon izgalmas, nagyon felemelő időszak, és egy nagyszerű jövőkép tárul eléd. Én azért a mondó vagyok, hogy készülj föl arra, hogy bőven lesz feladatod, és a 10. vízöntő újhold olyan lehetőségeket kínál, amikkel hirtelen lehet, hogy nem is fogsz tudni mit kezdeni, főleg karrier területén, vagy ingatlanokkal összefüggésben, bármilyen döntést kelljen is meghozni, legyél spontán és nagyon bátor, és mondd ki nyugodtan azt, hogy igen, én ezt akarom, akár azon az áron is, hogy egyébként ugye nincsenek megalapozva ezek a folyamatok. De mindenképpen azt mondom, hogy a vízöntő nap, a vízöntő Plutó segít neked abban, hogy minden a helyére kerüljön akkor, amikor annak ideje és helye van. Számtalan módja lesz annak, hogy új utakat próbálj ki, új emberekkel találkozz, ismerkedj, és merőben új célokat határozz meg magadnak. A legjobb dolog az lesz egyébként, hogy a motiváció az folyamatosan nőni fog benned, de nem fog csökkenni, és én azért nem feledkeznék el arról sem, hogy a bikában járó Jupiter februártól már gyakorlatilag együtt áll az Uránusszal. Nyilván ugye itt még egy széles együttállásról beszélünk, szép lassan elkezdi, de nagyon aktívan elkezdi megközelíteni az Uránuszt, és ugye minden bikára azért óriási hatással lesz az, hogy igaz, hogy majd csak április második harmadában, de azért a Jupiter és az Uranus együtt fognak állni, és eznek már az előszele itt februárban is érezhető. Mindenképpen a mondó vagyok, hogy azt adj szem előtt, hogy mi számodra a legfontosabb most.
Tehát felesleges dolgokban ne öld az időt és az energiát, csak olyan dologgal foglalkozz, amiről egészen pontosan tudod, hogy az téged érdekel, foglalkoztat, és az számodra valamilyen hasznot hoz. Mozdulj ki egy kicsit a komfortzónából. Mindenképpen, ha te magad ezt nem teszed meg, akkor a sors oda fog állítani a küszöbre, és ki fogja belőled kényszeríteni azt, hogy kimond, hogy mik az aktuális vágyaid, mik a titkos vágyaid, és hogy azokat fogalmazd is meg szavakkal, hogy a környezeted is tudja, hogy mi az, amit tulajdonképpen segíthetnek neked, hogy a vágyaidat meg tud valósítani. Akkor, amikor majd a Mars és a Vénusz ugye a hónap közepén megérkezik a vízöntőbe, az neked egyébként abban fog tudni segíteni, hogy megszilárdíts dolgokat. Hogy amiket elkezdesz, azoknak azt tud mondani, hogy aha, van stabil alapjuk. Mindenképpen az, ami még nagyon fontos, hogy a Vénusz és a Plutó együttállása az hozhat neked szerintem új szerelmet, új példaképet, új mentort. Mindenképpen egy olyan valószínűsíthetően vadonatúj ismerettséget, ami mind rövid, mind pedig hosszú távon nagyon-nagyon sokat fog tudni neked segíteni abban, hogy merre, hogyan tovább, miért így, miért úgy, és bárki, akivel ebben a periódusban találkozol, tényleg figyelj oda a szavaira, a gondolataira, az iránymutatásaira, mert óriási dolgokat kaphatsz, akár tök egyszerű szavak, és végtelenül egyszerű tanácsok által, igen, csak akkor fognak ezek pont megérkezni, amikor épp szükséged lesz rájuk. A 24-i szűzteli hold kifejezetten kreatívvel fog tenni, és adott esetben vonzhat majd egy tanfolyam, vagy előveheted valamelyik hobbidat, és nagyon jól kiélheted magad ebben, úgyhogy engedj teret a kreativitás bármilyen formájának, az alkotásnak, bármilyen formában, bármilyen megközelítéssel. Ha pedig további segítségre van szükséged, akkor bátran keresd meg a plusz 3673 1161 25-ös számon, online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. Jöjjenek az ikrek előrejelzései. Én amondó vagyok, hogy mielőtt már február legelején azt mondtad, hogy jó van, egyefene, vigye azt mindenki oda, ahova akarja, amit csinál és ahogyan csinálja. Nem, felejtsd el. Pontosan arra lesz szükség, hogy nagyon racionális legyél, nagyon helyén legyen az eszed, és mielőtt elfogadnád azt, hogy neked ebben a hónapban csak az átlag, csak az egyszerűség, csak a középszerűség jut, vedd észre azokat a hívogató, csábító lehetőségeket, amik bizony már a hónap legeslegelén ott topzódnak, föl is tűnnek a színen, csupán meg kellene fognod ezeket. Én amondó vagyok, hogy engedd szabadon az érzelmeidet, és olyan dolgokat csinál, és olyan dolgokra bólints rá, amikhez érzelmileg is elkezdesz kötődni. Mert bár nyilván ez egy kicsit ellentmondó állapot, hogy legyek racionális, de közben legyek érzelmes, nem ellentmondó. Ezt a kettőt tökéletesen kell és lehet ötvözni februárban, úgy, hogy tulajdonképpen mégse vállalj magadra olyan típusú kötelezettséget, ami a hátad közepére sem kell, és hidd el nekem, hogy pont akkor, hogyha nagyon ügyesen kiegyensúlyozod a mérleg nyelvét, a racionalitás és a spontaneitás meg az érzelmesség között, akkor meglepő lehet az, hogy hosszú időre tudsz elköteleződni egy új munkában, egy vállalkozásban, de akár egy sportban, vagy valamilyen olyan életmód, vagy életformaváltásban, amit már tervezgettél, de valahogy sosem jött meg hozzá a kellő motiváció. Hát most meg fog érkezni. A 10. vízöntő újhold nagyon sokat segíthet neked abban, hogy utazásokról kezdj el gondolkodni. Felfedezz távoli helyeket, vagy kultúrákat, vagy vadonatúj emberekkel ismerkedj meg. És amondó vagyok, hogy ha és amennyiben tervedben van az, hogy költözz, ingatlant vásárolj, esetleg külföldre menj, akkor itt februárban akár meg is lépheted ezeket a folyamatokat, ha viszont még nem állsz készen arra, hogy ténylegesen megtedd ezeket a lépéseket, akkor is a lépések előkészítéséhez szükséges folyamatokat azért érdemes megtenni, mert
szerintem fantasztikus lesz az, hogy ahogy az egyensúlyt minden egyes kérdés esetében megtalálod, így pedig megtalálod a válaszokat is a kérdéseidre, és legvégső soron érdekes lesz, hogy a mérleg nyelvét mindig kiegyensúlyozod, így pedig el tudod érni azt az állapotot, hogy mégis független maradj, szabad maradj, érzelemmel teli maradj, és mégis közben megalapozd a hosszú távú álmaidat. Nincsen most kifejezetten szükséged külső segítségre, önmagadra van szükséged, és önmagad legjobb tanácsadója tudsz lenni februárban. Azt se felejtsd el, hogy ugye 19-től elindul a halak nap időszaka, ez a te karrieredet érintheti közvetlenül, és mindenképpen a mondó vagyok, hogy terjeszd ki a karrier lehetőségeidet, a szakmai előmeneteledet, merjél megmutatkozni egy más formában, mert megmutatni, hogy milyen sok rétű vagy, milyen sok dologhoz értesz. Mert ha egy picit ugye a saját látóhatárodat, a saját horizontodat tágítod, azzal tulajdonképpen akaratlanul is a környezetedben élő, dolgozó, döntéshozó embereket tulajdonképpen tájékoztatod arról, hogy te nagyon jó vagy valamiben, hogy te nagyon-nagyon ügyes vagy valamiben. Én mindenképpen azt javaslom, hogy merj megmutatni a rejtett képességeidet, azokat a képességeket, amiket hosszú ideje nem használtál, pedig ott vannak benned, és mindenképpen szólalj fel, legyél hangos. Tudom, hogy neked nem feltétlenül a hangosság, vagy a verbális, tehát a szavakkal megformált kommunikáció az, ami feltétlenül jól megy, de most érdemes lesz februárban hangosnak lenni, kimondani, egyértelműen oda letenni a másik asztalára egy jó ötletet leírva, formába öntve, stb. És ha megosztod a gondolataidat, az ötleteidet másokkal, hidd el, hogy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolásban lesz részed, és valaki azt fogja mondani, hogy te jó ég, rád vártam, téged kerestelek, hol voltál eddig? Pedig tulajdonképpen ott voltál a látóhatáron, és mégis meg tudsz mutatkozni egy vadonatúj formában. Én ehhez egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked. Ha pedig további segítségre van szükséged, bátran keresd meg időpontért a +36 73 11 61 25-ös számon, online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. Érkezzék a ráki egy előrejelzése. Nos, kedves rák, ha valamire föl kell készülnöd, akkor az, hogy belső átalakulások zajlódnak benned, nem kicsik, hanem nagyok. Olyan belső átalakulások, amik akár a szellemi oldalt is tudják tágítani, az eddigi ideológiáidat meg tudják változtatni, és felhívhatják ezek a belső átalakulások a figyelmet arra, hogy hol kell módosítanod az életeden, mert az biztos, hogy valamilyen formában módosítanod kell a mindennapjaidon. Természetesen ehhez kellő bátorságra lesz szükséged, amiben nagyon-nagyon sokat segíthet majd számodra, a 10-én aktuális vízöntő új hold, olyan energiákkal tölt föl, amik segítik a függetlenedést, az önálló döntéseket, a szabadságod jobb megélését is. Mindemellett szerintem a vízöntő új hold abban is nagyon sokat segíthet és tehet érted, hogy emlékeztessen arra, hogy ki is vagy te valójában, hogy sok elnyomásban volt részed az elmúlt időszakban, sokszor beléd folytották a szót, sokszor megkérdőjeleztek bizonyos dolgokat veled kapcsolatban. Nem az a kérdés, hogy mások mit gondolnak rólad. Sokkal te inkább az a kérdés, hogy te mit gondolsz magadról. Én nem állítom azt, hogy néhány berögzött szokásról nem kéne nagyon sürgősen lemondani, de ezt bátran kimondom. Viszont azok a hitek, azok az ideológiák, amik eddig is életben tartottak, és eddig is elvittek valamerre, azok most nagyon magasra tudnak emelni. Aztán a vízöntő újhold még egy dolgot meg fog benned mozdítani, az utazás iránti vágyat. Hogyha egyébként is tervezel ilyesmit, érdemes már most megszervezni, megrendelni a jegyeket, szállást foglalni, stb. Nyilván azt mondom, hogy ez az utazás nem kell, hogy most azonnal fizikailag is megvalósuljon, de maga az utazás előkészítése, az utazáshoz szükséges alapvető, mondjuk úgy tárgyi eszközök meglétét érdemes már most itt összerakni. A hónap közepén valamilyen formában
kicsit olyan élményem van, hogy amit visszatartottál az elmúlt időszakban magadba, nem mertél szabadon engedni, megkérdőjelezted, hogy van-e jogod kimondani, van-e jogod megmutatni magadból a rejtett képességeket, azt a tudásmennyiséget és tapasztalatmennyiséget, amit összeszedtél. Hát amondó vagyok, hogy most a hónap közepén érdemes ezt szabadon engedni, és nagyon pozitív visszacsatolásaid lehetnek a környezetet irányából, mert azt tapasztalhatod, hogy hű, ez a rákocska mi mindent tud, hát ugyan kezdjük már el használni az ő képességeit, és ez neked nagyon jót fog tenni, ez nagyon sokat segíthet az önbizalmad és az önbecsülésed javításában. Nem állítom azt, hogy bizonyos kudarcokkal nem fogsz szembesülni. Miért? Pontosan azért, mert most jössz rá arra, hogy te jó ég, hányszor visszautasítottak engem azzal kapcsolatban, hogy ezt vagy azt megcsinálnám, de azt mondták, hogy köszönöm, nem kellek, most pedig nem fognak visszautasítani. És ez lehet tulajdonképpen egy bosszúságra okot adó tényező, de jusson eszedbe, hogyha a bosszúságra szánod az energiádat, akkor nagyon sok energiát elpazarolsz, inkább azt a lehetőséget éld meg, hogy végre kinyílnak előtted kapuk, végre kezedbe adnak gyeplőket más emberek, és megkérnek, hogy ugyan irányítsd már el ezt a szekeret a megfelelő irányba, ugyan mutasd már meg, hogy merre van az alagút végén a fény. És én amondó vagyok, hogy ha éppen úgy érzed, és megteheted, és tényleg minden nap jön valami izgalmas, új lehetőség, új ajánlat, új kiteljesedésre okot adó körülmény, akkor bátran minden egyes nap lépj egy új lépcsőfokra, nézz ott körbe, aztán menj a következőre, menj a következőre, menj a következőre. Aztán, amikor a február 24-i szűz teli hold kiteljesedik, ez üzleti téren hozhat neked valamilyen érdekes lehetőséget, felüdítő pillanatot, tudod racionalizálni a saját helyzetedet, meg tudod azt határozni, hogy mire van szükséged, mire nincsen szükséged, és feltétlenül érdemes arra is odafigyelned, hogy ne találgass, ne tippelgess, csak a józan észre hallgass, és így legvégső soron az ösztöneid és a jó gondolkodásod, a jó logikád pontosan olyan célba viszel, ahová egyébként tartasz. Ezt az utat most nagy valószínűséggel egyébként érdemes egyedül bejárnod. Nem mondom azt, hogy semmilyen szinten ne hagyatkozz másokra vagy mások tanácsaira, de alapvetően érdemes elsősorban magadra hagyatkoznod, mert akkor érheted a legnagyobb sikert bármilyen életterületen. Ha pedig további segítségre van szükséged, bátran keresd meg időpontért a +36 73 11 61 25-ös számon, online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. A jöjjenek az oroszlánok előrejelzései. Ha valamit egy oroszlán számára itt februárra elmondhatok és javasolhatok, az az, hogy feltétlenül menj közösségbe, menj társaságba. Vegyél részt olyan programokon, ahol emberekkel találkozhatsz, ismerkedhetsz, ahol emberekkel összefoghatsz, akár idegenekkel is, valamilyen közös cél érdekében. Feltétlenül mozdulj ki a megszokott környezetedből, adott esetben mozdulj ki az online világából, és próbálj egy kicsit élni a normál mindennapokban, és a kapcsolataid alakulására kiemelten jó hatással lesz a 10. vízöntő újhold. Ugye itt érintett is a kapcsolatok háza. Új arcok, új ismerősök, új lehetőségek, sőt, akár egy új szerelem is megérkezhet az életedbe. Használd ki ezt a lehetőséget, éld meg ezt a nagyon pozitív energiát. Új perspektívák nyílnak meg előtted, és olyan dolgokban is meglátod most a lehetőséget, amikben eddig sohasem. Szerintem óriási hatással lesz egyébként a vízöntő Plutórád egész február havában, és felfedezhetsz magadban egy csomó olyan új képességet, amit eddig valahogy nem láttál, nem éreztél, lehet, hogy tudtad, de nem tudtad azt, hogy hogyan kellene ezeket használni. Kulcsfontosságú lehet az, hogy ne adj viszont nagyon erőteljesen mások véleményére. Hallgass meg másokat, hallgass meg a véleményüket, az útmutatásukat, a tippjeiket, az ötleteiket, de mindenben, ahol dönteni kell, ahol ki kell mondani, hogy jobbra megyek, balra megyek, igen, nem, fekete-fehér, lehetőleg önmagad dönts,
egyedül dönts, ugyanis ezzel nem csak annak a lehetőségét zárod ki, hogy valaki eltérítsen az eredeti céljaitól, hanem megőrzöd saját magadnak a hitelességedet. Mert hogy megtartod a véleményedet, nem csinálsz pálfordulatot, és szerintem ez most februárban különösen fontos. Mindenképpen érdemes egyébként olyan életterületekre rálépni, olyan utakat felfedezni, amik az elmúlt időszakban vagy nem vonzottak, vagy túl nagy kockázatot rejtettek számodra. Nos, ezt a szokást pakold le, csináljunk úgy, mintha ez régi rossz szokás lenne, hogy nem mersz új útra lépni, most merjél, és nagyon-nagyon fantasztikus távolságokat fogsz tudni bejárni. Szerintem magad is meglepődhetsz azon, hogy te jó ég, ezt én csináltam, ezt én hoztam létre, ezt én alakítottam ki. Február 17-én feltétlenül nagyon fontos, hogy azokra a típusú emberi kapcsolataidra időt és energiát szánj, amik szigorúan érzelmi töltetűek, mert ezen a napon fény derülhet arra, hogy kinek mi baja van veled, ki mit él meg hiányosságként veled kapcsolatban, és könnyen lehet, hogy végre elmondják, hogy figyelj, az a bajom, hogy nekem meg az a bajom, hogy, és te meg tudsz akkor ennek megfelelően foglalkozni a problémával, és foglalkozni az érintett személyekkel. Legvégső soron a 24. szűzteli hold a pénzügyi területekre veti a fényt, így pedig mindenképpen nagyon fontossá válik az, hogy eladj valamit, vegyél valamit, befektess, esetleg munkát cserélj, kifejezetten pénzügyi okból, hogy jobban tudjál keresni, és ezen a napon érdemes egyébként időt és energiát szánni egy pénzügyi terv elkészítésére, és megnézni azt, hogy hol vannak a felesleges kiadások, hol lehetnek új források, és milyen gyakorlatok segíthetnek abban, hogy a pénzügyeid jobban és gördülékenyebben haladjanak, és ne csak februárban, hanem a következő hónapokban is. Ha további segítségre van szükséged, bátran keresd meg a +36 73 11 61 25-ös számom, mert hogy online és személyes konzultációkat is tartok. Jöjjön a szüzek előrejelzése. El kell azon gondolkodnom, hogy hogyan közelítsem meg a mostani státuszodat, ugyanis tökre az az élményem van minden szűzzel kapcsolatban, hogy most lesztek a tarólap remete lapját ábrázolóan ilyen kicsit visszahúzódók, elcsendesülők, túlontúl magatokba fordulók, nem beszélek senkivel típusok. Nem foglak erről titeket lebeszélni, hiszen ennek is megvan a maga oka, meg nyilván megvan a maga célja. Egy biztos, ha megéled ezt a remeteségi állapotot, akkor éld már meg ezt úgy, kérlek, hogy akkor fogsz egy füzetet, egy ceruzát, és föl is írod azokat a gondolatokat, amik megfogadnak a fejedben. Hiszen amikor ugye ilyen visszahúzódós állapotot él meg az ember, ugye általában többet van csendben, többet hallja meg a saját gondolatait, a saját belső hangjának az üzeneteit. És egy csomó dolog felmerülhet ezzel kapcsolatban. És amikor megérkeznek a belülről jövő üzenetek, akkor például olyan típusú élethelyzeteket fogsz megélni, hogy az anyagiak kérdése, emberi kapcsolatok kérdése, önbecsülés kérdése. Lehet, hogy még zavarni is fog az, hogy úristen, te nem akarsz ilyen témákkal most foglalkozni? Pedig az a helyzet, hogy muszáj lesz. Tehát bátran húzódj vissza a kis félig sötét barlangodba, és de csak ezt ide 10-ig a vizentő új holdig tedd meg, gondold át, hogy mit akarsz elérni, hova akarsz eljutni, kivel szeretnél más típusú kapcsolatot elérni, vagy összefogni, akár valamilyen közös cél érdekében, és a 10-i vizentő új hold föl fog ébreszteni, és emlékeztetni fog arra, hogy a munkád, a karriered, az emberi kapcsolataid nem valamiféle kötelezően beteljesítendő feladatok, hanem választható lehetőségek. Tehát, hogyha ügyesen határozod meg az aktuális célokat, és ügyesen finomítod a célokat, akkor nagyon-nagyon szépen sorrendet tudsz fölállítani azzal kapcsolatban, hogy mi az elsődleges feladat, vagy ki az elsődleges ember az életedben, mi a legfontosabb, amit szeretnél elérni, hogyan akarod azt a valamit elérni.
február egyébként kifejezetten kedvező pillanatot kínál arra is, hogy valamilyen kreatív dologba belemélyedj. Ha van valamilyen hobbid, ami valamilyen formában köthető a kreatív alkotó folyamatokhoz, hát akkor ideje elővenni. Ha viszont talán sosem érezted magad különösebben kreatívnak és alkotónak, akkor meg, hogyha van egy spontán érzésed, és megtetszik a kötőtanfolyam, vagy a horgoló kurzus, vagy a fazekas műhelynek a hirdetése, akkor ideje lesz egyébként bátran benevezni egy ilyenre, mert nem arról van szó, hogy elpazarold az idődet, és elköltsd a pénzedet valami banális dologra, hanem arról van szó, hogy fantasztikusan el tudsz mélyedni az ilyen alkotó folyamatokban, és az alkotás közben olyan dolgokra tudsz ráébredni februárban, amit téged is meglep. Úgyhogy éld ezt meg, mint lehetőséget. Ezt követően nagyon-nagyon fontos lesz a február 19-i nap jegyváltása, ugyanis tisztázni tudod magadban azt erre az időpontra, hogy ki vagy te, mit akarsz, mik a következő vágyaid, reményeid, és mik a szükségleteid, és olyan értéket tudsz teremteni, ami számodra nagyon hasznos lesz. Például tanulhatsz, például meghatározhatod, hogy a következő 1-2-3 évben mik az a legfontosabb 1-2-3-5 dolog, amit mindenképpen meg akarsz valósítani, és aztán jön a szűzteli hold február 24-én, ami gyakorlatilag azt mondom, hogy át kell, hogy adja számodra azt a fajta érzést, hogy oké, miben akarok megváltozni. És nagyon-nagyon fontos lesz, hogy olyan berögzöttségeket, hibás véleményeket, vagy túlontúl bebetonozott gondolatokat szabadon engedj, amik most már az elmúlt időszakban csak gátoltak téged bármiféle haladásban. A fejlődésről ne is beszéljünk, de önmagában a haladásban gátoltak. Ha fölismered azt a 2-3 akadályozó hitrendszert, mintát, ami tényleg nagyon-nagyon nagy problémát okozott, és nem engedett kilépni ugyanazokból a mókuskerekekből, akkor ha valamikor, akkor a szűzteli holddal február 24-én, vagy ezt követően nem csak meghatározod, hogy mik ezek, hanem ezeket el tudod engedni. És figyeld meg, hogy február utolsó napjaira olyan izgalomba tudsz jönni, olyan hihetetlen energiát fogsz magadba eltárolni, ami a szó egyébként pozitív értelmében majd föl akar robbanni, ki akar törni belőled, engedd ezt meg, és azt fogod látni, hogy Úristen, egy új életkapuja elé kerültem. Aztán, hogy mit hoz március, meglátjuk, most egyelőre februárt jó értelemben éld túl, és éld meg, mert nagyon jó időszak ez ahhoz, hogy meghatározd, hogy mi az, ami már nem kell, és mi az, amire nagyon-nagyon nagy szükséged van. Ha viszont szükséged van további segítségre, akkor bátran keresd meg időpontért a +36 73 11 61 25-ös számon, mert hogy online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. Jöjjön a mérlegek előrejelzése. Február hava nagyon sok randevút, nagyon sok érdekes, érzelemmel teli találkozást hozhat neked. A kérdés inkább az lesz, hogy mi a csuda gátol abban, hogy igent mondj ezekre, hogy bátran igent mondj olyan embereknek, akik lehet, hogy elsőre nem annyira vonzóak, nem annyira szimpatikusak, pedig hogyha meg tudnák mutatni azt a különleges belső oldalukat, ami adott esetben a zord külső mögött bújik meg, nagyon-nagyon sokat nyerhetnél. És ugye ezek a randevúk nem feltétlenül szigorúan szerelemről szólnak, egy csomóféle formában lehet emberi találkozásban részed, és én hadd üzenjem neked azt, hogy éld meg azt a lehetőséget, hogy jönnek az emberek, elhívnak ide, elhívnak oda, ebédelnének veled, vagy esetleg ajánlatot tesznek egy munkára, ajánlatot tesznek arra, hogy mit kéne tanulnod, hol kéne fejlődnöd, ne utasíts vissza ezeket a javaslatokat. Ezek a javaslatok lehetnek a következő 1-1,5 éved meghatározó javaslatai itt és most, 2024 februárjában. Érdemes egyébként azon is elgondolkodnod, hogy esetleg valami ilyen formában egy picit kívül is megváltoz, akár a hajaddal kapcsolatban, a ruházkodásoddal kapcsolatban, mert hogy szerintem a Vénusz egyébként segített ebben a típusú kiteljesedésben. Aztán a
február 10-én aktuális vízöntő újhold iszonyú erőteljesen hat majd a kreativitásodra, nagyon sokat fogja erősíteni az önbizalmadat, sőt, azt mondom, hogy ez a vízöntő újhold már-már feljogosít arra, hogy kezdj már el kísérletezni a benned élő, létező, különböző mérlegeken, és engedd szabadon a vadóc mérleget, engedd szabadon a kreatív mérleget, az alkotó mérleget, a kicsit lassú, de okos mérleget, a logikus mérleget, olyan sokféle vagy, és olyan sokszínű vagy, és a vízöntő újhold segíti egyébként ezeknek a sokszínűségeknek a kiteljesedését. Én mindenképpen a mondó vagyok, hogy ne félj a változástól, ne félj attól a lehetőségtől, hogy valamilyen formában módosuljon az életed, a karriered, a szerelmi oldal, bármi, ami egyébként most fontos neked. Ugyanis, ha az elmúlt időszakban valamilyen félelemből fakadóan visszatartottad a változást, vagy úgy voltál az egész életeddel, hogy tulajdonképpen az a fajta életmód és körülmény, ami van neked, jó az neked, miért kéne azon változtatni? Hidd el nekem, hogyha te nem változtatsz önszentedből, akkor majd a sors fog, és az égiek tesznek arról, hogy ne legyen könnyű ilyen szempontból a léted. Ha viszont te magad azt mondod, hogy oké, akkor inkább változtatok, és magam döntök a sorsomról, akkor ugye a sors nem szól bele a dolgodba, hanem hátulról megtol, mint egy hátszél. Szerintem ez sokkal jobban hangzik, mint az, hogy majd a sors rendez. Úgyhogy mindenképpen mondd ki bátran a véleményedet, nyugodtan mondd ki azt, hogy neked valami most már nem esik jól, nem kényelmes, és arról ne is beszéljünk, hogy figyeld meg, hogy milyen sok embertől kapsz majd támogató segítséget, javaslatokat, lesz, aki a kezét nyújtja oda, hogy na gyere, hadd húzzal aki a gödörből, na gyere, hadd mutassam meg, hogy merre van a kiút ebből az alagútból. És egyébként a közösségi élet, a társasági élet nagyon-nagyon sokat segíthet abban, hogy egyszer csak azzal találd magadat szembe, hogy te is érdekes vagy, te is különleges vagy, nem vagy egyszerű, nem vagy hétköznapi. Bizony-bizony van okod arra, hogy kilógj a sorból, mert van olyan tulajdonságod, ami erre ad okot. A februári hónap végéhez közeledve amondó vagyok, hogy a tökéletességet is meg tudod élni, különösképpen a 24-én esedékes szűzteli hold hatásával, ugyanis a szűzteli hold a lelked gyógyulását fogja tudni nagyon nagyban megsegíteni. És meg tudod mutatni magadat a világnak valamilyen formában, nagyon másként, mint aki eddig voltál. Igen, merj kitárulkozni, és merd azt megmutatni, hogy nem csak egy egyszerű hétköznapi mérleg vagy, hanem egy nagyon különleges, nagyon extrém, nagyon szokatlan, szuper jó gondolatokkal rendelkező mérleg vagy. Ha pedig nem tudod a hogyant, akkor bátran keresd meg a +36 73 11 61 25-ös számon, online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. Érkezzen a skorpiók előrejelzése. Februárban olyasmi fog történni, amivel az elmúlt időszakban talán kevésbé kellett szembesülnöd. A múltad kerül középpontba. Ilyen-olyan formában, de feltűnnek emberek, előjönnek régi események, vagy olyan emlékekre bukkansz, amik felelevenítenek egy csomó-csomó régi dolgot. Ezek a múltbeli dolgok, körülmények, energiák pedig arra fogják felhívni a figyelmet, hogy nagyon-nagyon sürgősen gondold újra a családi struktúrádat, az otthonodat, gondold át azt, hogy mire van szükséged. Mire van szükséged ahhoz, hogy valamilyen formában jobban teljesíts, vagy hogy valamilyen formában támogathass saját magadat a fejlődésben, az önfejlesztésben. Februárban mindenképpen nagyon-nagyon izgalmas lesz az a folyamat, hogy hogyan éled meg a vízöntő újholdat. Szerintem nagyon jól fogod megélni, hatalmas ébredésekben lehet részed, és olyan folyamatokra bólinthatsz rá, amik még skorpióként sem voltak számodra emészthetőek az elmúlt időszakban. Úgy gondolom, hogy a gyermekkorod valamilyen formában, ahogy már említettem, elő fog kerülni,
És mindenképpen meg kell értened azt, hogy miért most kerülnek elő ezek a folyamatok az életedben. Nem véletlen, hogy bizonyos dolgokat elfelejtettél, vagy megpróbáltál elrejteni magad elől, de ezekkel most foglalkoznod kell. Az, hogy milyen formában foglalkozol ezekkel, az már legyen a te döntésed. Nyilván millióféle praktika, eszköz, spirituális csoport, vagy éppen workshop működik azzal kapcsolatban, hogy hogyan és mint élj meg egy-egy adott helyzetet, és mindenképpen amondó vagyok, hogy az új hold nagyon sokat segíthet abban, hogy megértsd azt, hogy miért fájtak bizonyos dolgok neked régen, és hogyan tudsz lepakolni most bizonyos típusú fájdalmakat, hogyan tudsz begyógyítani bizonyos típusú fájdalmakat. És akkor, amikor február 19-én a nap átlépi a halak küszöbét, akkor szerintem a halak nappal együtt egy ilyen feltámadásban lesz részed, új meglátásaid lesznek, egy csomó véleményt át fogsz alakítani. Nem azt mondom, hogy pálfordulást csinálsz, de egy csomó véleményt, amit eddig valahogy megfogalmaztál, kicsit át fogod értékelni, kicsit másképp fogod látni, és másképp fogsz befogadni bizonyos energiákat, ötleteket, tippeket, másképp reagálsz bizonyosan valamilyen típusú beszélgetésekre, eszmecserékre, viszont hál' Istennek hajlamos leszel arra, hogy minden információt befogadj, elkezd rajtuk rágódni, és elkezd valamilyen formában ezekkel az információkkal dolgozni, és a magad javára fordítani. Dolgozz is ezeken keményen, ugyanis a 24. szűzteli hold remek alkalmat fog kínálni arra, hogy az, amit összegyűjtöttél a hónap első két harmadában, azt most egyszer csak a magad javára fordítsd, akár munkában, anyagiakban, emberi kapcsolatokban, bármilyen szinten. Sőt, én amondó vagyok, hogy a szűzteli hold napján, 24-én és azt követően a barátok, a barátság, a baráti kapcsolatok, viszonyok valamilyen formában kiemelt szerepet fognak kapni, és kiderülhet, hogy ők hogyan tudnak neked segíteni, hogyan tudnak téged támogatni, vagy éppen fordítva, te kinek tudsz segíteni, és kit tudsz támogatni abban, hogy a saját problémáján valamilyen formában átlépjen. Én amondó vagyok, hogy nagyon fontos lesz az, hogy tényleg bátran formáld a véleményedet, ne ragaszkodj már ilyen elavult gondolatokhoz és ideológiákhoz, mert ha ezt meg tudod tenni, akkor azt mondom, hogy hosszú-hosszú hónapokra nagyon-nagyon magasba emeled saját magadat, és tulajdonképpen kitágítod a szellemi horizontot. Ha még több segítségre van szükséged, akkor bátran keresd meg a +3673116125-ös számon időpontért. Online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. Érkezzék a nyilasok előrejelzése. Szerintem február hava azért lesz különleges számodra, mert nem csak arról van szó, hogy a valódi érzelmeidet szabadon tudod engedni, ki tudod fejezni, őszintén el tudod mondani az érintetteknek, hanem mindezt úgy fogod tudni megtenni, hogy szépen, lassan, tudatosan, nem rohanva, nem a másikra ráömlesztve és őt esetleg megijesztve, hanem tényleg ezzel a bizonyos lassú vízpartot most alapon szisztémával fogod tudni a többieknek átadni, hogy ki iránt mit érzel, esetleg mi a problémád vele, hogyan és miként szeretnél módosítani egy-egy emberi kapcsolatom. Azért is nagyon fontos, hogy ezt még a hónap első harmadában megted, mert a vízöntő újhold nagyon-nagyon szépen rendezi ezeket a kapcsolatokat, elviszi tőled azokat a kapcsolatokat, amikre egészen bizonyosan nincs már szükséged, viszont megtartja és erősíti azokat a kapcsolatokat, amik számodra fontosak, lényegesek, építőek, és valamilyen formában hasznot adnak. Nyilván a haszon nem szigorúan anyagi haszon, érzelmi haszon, az örömteli együtt töltött idő, a megnyugvás, egy-egy jó beszélgetés. Ugye azt se felejtsük el, hogy a vízöntő új holdat ezt a kommunikáció szintjén fogod a legerősebben megélni, úgyhogy bátran beszélj, adott esetben, ha van rá módod, taníts,
okíts másokat, tarts egy előadást, és nagyon világosan fogalmazd meg azt, hogy mi a te nézőpontod, mi a te véleményed, mi az, ami téged éltet, hajt előre, mi az, ami által szeretnél magasabbra jutni. Maga a Vision to WeHold egyébként még nagyszerű alkalom arra is, hogy olyan célokat tűz ki magad elé, amik kifejezetten ötletesek, amik bőven túlmutatnak az eddig megszokott ötleteiden. És tudod mit? Én amondó vagyok, hogy február hava, ha ügyes vagy, akkor akár hírnevet is hozhat neked. Csak ne beszéld le magadat arról, hogy teljes mértékben megéld ezt a nyilas önmagadat, ami most nagyon ötletes, nagyon egyedi és nagyon kreatív. Mert hogy a célok elérése kifejezetten könnyűvé válik számodra februárba. Csak mindösszesen hitre van szükség ahhoz, hogy tényleg eléri oda, ahova tartasz. Akkor, amikor február 19-én a nap belép a halakba, szerintem gyökeret tudsz verni egy új helyen, legyen az akár egy kapcsolat, vagy új munkahely, vagy egy vállalkozás, vagy ha költözöl mostanában ingatlan szeretnél venni, akkor ilyen formában is ugye a gyökeret verni állapot meg fog nyilvánulni. És az is nagyon fontos, hogy valamilyen formában a családoddal való kapcsolatodat kicsit formáld, kicsit javíts, kicsit módosítsd, mert nagyon egyedi utat kell bejárnod most, február havában, viszont ha hajlandó vagy arra, hogy az emberi kapcsolataidat jelentősen javítsd, sok időt szállj rájuk, akkor azzal óriási gyereséget könyvelhetsz el, mert hamar megtérülnek ezek a fajta befektetések. A 24-i szűz teli holddal szerintem a munkamorálod nagyon sokat fog erősödni, és február utolsó napjaiban, tehát gyakorlatilag 24-től 29-ig tartóan nagyon-nagyon szépen meg fogsz tudni úgy mutatkozni, hogy kétszer annyi munkát végzel el, vagy ugyanazt a mennyiségű munkát fele annyi idő alatt végzed el, vagy kitalálsz valami olyan új munkametódust, ami hihetetlenül lerövidít bizonyos munkafolyamatokat, és ezt a környezeted elfogadja, és adott esetben másokat is meg tudsz erre tanítani, vagy másokat is tudsz arra ösztönözni, hogy legalább próbálják ki. Hihetetlen keményen fogsz tudni dolgozni, bármilyen életterületről legyen szó, és hidd el, hogy nagyon-nagyon szép eredményeket el fogsz tudni érni. Emlékezz arra a mondatomra, amikor azt mondtam, hogy a hit legyen meg, mert ha megvan a hited, akkor bármilyen célod meg lehet. Ha további segítségre van szükséged, bátran keresd meg a plusz 3673 1161 25-ös számon, online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. Jöjjenek a bakok előrejelzései! Őszinte leszek veled, kedves bak, nem lesz könnyű hónapod. Nem azért, mert bármi probléma lesz, viszont nagyon-nagyon le leszel terhelve. Valószínűleg nem 8 órát fogsz dolgozni, hanem ennél többet. Ha esetleg nincs munkád, de keresel, akkor azt terhel le, és minden nap azt fogod megélni, hogy pedig ma is mindent megtettem, és nem haladtam egyről a kettőre. Szóval nem lesz könnyű helyzeted, viszont amondó vagyok, hogy akkor, amikor majd február 19-én a nap belép a halakba, akkor nagyot fordulhat a kocka, és ez a kocka úgy fog fordulni, hogy neked legyen szerencséd. Ami szintén nagyon fontos, hogy valamilyen formában komoly fókuszba kerül az anyagiaknak a témaköre, a jövedelmed, a plusz jövedelmed, egy új forrás megtalálása, hogy betekinthess olyan folyamatokba, amik nyilván fontosak, kiemelten fontosak, és nyilván előrébb visznek. A 10. vízöntő új hold mindenképpen érinti a pénzügyek házát, így pedig egyszerűen elkezdesz majd azon filózni, de őrült tempóban teszed majd ezt, hogy hogyan tudsz többet keresni. Hol tudod azt a töbletet megkeresni? Ki az, aki ebben neked segíthet? Nyilván üzenem azt, hogy állíts fel valamiféle kapcsolati hálót, vagy mátrixot, és kezd el körbe járni azokat az embereket, akikről pontosan tudod, hogy segíthetnek az anyagiakkal való javulásban, vagy fejlődésben. Mindenképpen valamilyen formában rálelhetsz egy új bevételi forrásra,
ami nyilván az, hogy munkából fakadó, vagy egy befektetésből fakadó történet, ezt most tegyük félre, nyilván mindenki megtalálja majd a maga kis forrását, és abból fog tudni táplálkozni. A lényeg az az, hogy megnyílik előtted egy új ajtó, de nevezhetjük felőlem átjárónak is, és csak és kizárólag rajtad múlik, hogy beleállsz ebbe a helyzetbe, elkezded-e ezt a lehetőséget kiaknázni, vagy minimum először körbejárni, aztán másodjára igent mondani, és harmadjára kiaknázni a lehetőséget, ott van a kezedben az irányítás. De az a része nagyon fontos, hogy mivel alapvetően le leszel terhelve, nyilván nagy kérdés, hogy lesz-e erre időd és energiát, hogy és még kutakodjál valahol valami ilyen új dolog és lehetőség iránt. Mindenképpen az még szerintem nagyon fontos itt a februári hónapban, hogy gyakorlatilag a merészséggel nagyon messzire tudsz jutni, a bátorság az nagyon-nagyon fontos lételeme lehet annak, hogy mennyire tudsz sikeressé válni, és ha és amennyiben valamiféle kényszerszünetet kell beiktatnod az hónap harmadik harmadában az életedbe, akár egy rövid idejű betegeskedés, vagy egy szabadságolás, vagy valamilyen veled kapcsolatos személyes zűr, vagy családi bonyodalom miatt, akkor jusson az eszedbe, hogy ezek a dolgok nem történnek véletlenül, és lehet, hogy pont azért kapod a pihenőt, hogy egy kicsit végre le tud nyugodni, csendben tudjon lenni a fejed, és meghalld a belső hangod, ordibáló üzeneteit, hogy hello, itt a lehetőség, csak meg kéne lépni. A 24-i szűzteli hold abban tud majd neked nagyon-nagyon-nagyon sokat segíteni, hogy újra tisztállás, és megláss valami olyat, ami eddig abszolút rejtve volt számodra. És tényleg, ugyan ott volt a szemeid előtt, de mégsem sikerült meglátni. Februárban egyébként vállalhatsz plusz munkát, és válthatsz állást. Tehát, hogyha van ilyen típusú elképzelésed, mindenképpen azt üzenem, hogy bátran válts állást, mert a körülmények nem csak ahhoz adottak, hogy jó-jó, átmenj A-ból B-be, hanem ugye megint csak oda térek vissza, hogy többet tudsz keresni, jobban tudsz keresni, esetleg kevesebb leterheltséggel tudod ezt megtenni. Úgyhogy én a legjobbakat kívánom neked is, és nagyon remélem, hogy megtalálod a számításaidat, és én amondó vagyok, hogy mindenképpen is bátran helyezd a pénzt, ügyeket fókuszba, mert a pénzügyek azok, amiket most nagyon-nagyon szépen fogsz tudni rendezni. Ha pedig még több segítségre és tanácsadásra van szükséged, bátran keresd meg a plusz 36731161-25-ös számon, online és személyes konzultációkat egyaránt tartok. Legyen neked is, és mindenkinek csodálatos 2024-es februári hónapotok!